A Duna mentén a fővárostól dél felé elindulva nem csak térben utazhatsz, de időben is. A Paks városára is rálátást biztosító római kori helyőrség a Lucianum Romkert régészeti leleteit mindenképpen látnod kell. Ha többre is kíváncsi vagy Paks környékének történelméből, nincs más dolgod, mint meglátogatni a Paksi Városi Múzeumot, amely olyan mesés kincseket őriz, mint amilyen ez a ritkaság számba menő római kori szobor maradvány. Paksváros neve az atomerőműről ismert mindenki számára. De tudod-e, hogy pontosan mi is az a maghasadás, vagy hogy hogyan is lesz az atomenergiából elektromos áram? Az itteni atomenergetikai múzeumban minden kérdésre választ kapsz, sőt, nem csak tudást, de élményt is szerezhetsz. Ha kellően nagy lesz a nyomás, akkor hát egy robbanásszerű lesz maga a jelenség, de irányított a dolog, hiszen a dugó a gyenge pontja az egész rendszernek. És akkor annyi történik, hogy a dugónak lesz először mozgásenergia, aztán pedig helyzeti energiája. A fizika itt nem csak az iskolai természettudományos órák kötelező tananyagát jelenti, hanem élő, organikus dolog, amit lépten nyomon kipróbálhatsz, megtapasztalhatsz. Beléphetsz az atomerőmű egykori vezérlőjébe, megismerkedhetsz azokkal a tárgyakkal, amelyeket sok éven át használtak az itt dolgozók. Ha pedig kíváncsi vagy, mi történik az erőmű azon részeiben, ahová csak nagyon kevesen léphetnek be, te megteheted ezt is virtuálisan. Bő 30 éve gyűlnek ezek a tárgyak, amiket itt meg tudunk mutatni. Igazából Európában nincs is más hasonló jellegű gyűjtemény. A műszaki tudományok meg a természettudományok érdekesek, tehát nagyon jó lenne, hogyha ezt így mindenki látná. Ennek tényleg ezt a nagyon sok színűségét meg lehet mutatni és meg lehet tapasztalni. Kövess minket Facebook, Instagram és YouTube csatornáinkon. Töltsd le az appot, számos további meglepetés vár. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit!